Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Nem különb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál. Elégedjék meg a tanítvány azzal, ha olyan lesz, mint a mestere, és a szolga, ha olyan lesz, mint ura. Ha a családatyát Belzebúbnak csúfolják, mennyivel inkább házanépét? Ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi.